A Paris Saint-Germain Christian Eriksennel építeni újra középpályáját. A Bayern München klubrekordnak megfelelő összeget fizetne Paulo Dybaláért. Nézd meg videónkat, hogy ne maradj le a legújabb és legérdekesebb átigazolási hírekről. Vásárold meg kedvenc csapatod mezét olcsón, a videó leírásában található linken keresztül a Gold Jerseys oldaláról. $40 fölötti vásárlás esetén pedig használd a TKTV kuponkódot, ami a végösszegből egy $8, vagyis 2000 forintos árengedmény biztosít számodra. Egybehangzó olasz és németországi sajtóinformációk szerint Stefan Lichtsteiner már csak egy lépés választja el attól, hogy nyártól a Borussia Dortmundban folytassa pályafutását. A 34 éves svájci védő néhány nappal ezelőtt maga árulta el, hogy a júniusban lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a Juventusszal, és 7 év után elérkezettnek látja az időt, hogy új kihívásokat keressen magának és távozzon Torinóból. Úgy tudni, hogy Lichtsteiner már mindenben megegyezett a Dortmunddal, és csak a kontraktus aláírása választja el attól, hogy hivatalosan is a sárga-feketék játékosa legyen. Erre várhatóan majd a szezon végeztével kerül sor. A 93-szoros svájci válogatott labdarúgó állítólag 2 évre, vagyis 2020 nyaráig ír majd alá a német csapathoz, amely egyébként már 2016 nyarán is megpróbált őt leigazolni. A rutinos védő 2008 óta játszik az olasz bajnokságban, ahol előbb a Lációban töltött el 3 évet, majd 2011-ben a Juventushoz igazolt. Az öreg hölgynél azóta 251 tétmeccsen lépett pályára, és ezeken 15 alkalommal volt eredményes. A német Bild információi szerint a Liverpool együttese 60 millió eurót ajánlott a Dortmund középpályásáért, Christian Pulisicért. A 19 éves amerikai játékost a posztján Európa egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, így már jó ideje figyelemmel követik őt a legnagyobb sztárklubok, többek között a Bayern München, a Manchester United és a Real Madrid is. A Liverpool pedig már 2016-ban is megpróbálta őt leigazolni, minek után Jürgen Klopp, a vörösök menedzsere, nagy rajongója a futballista játékának, akit még a dortmundi edzősködése idején ismert meg. Pulisic a pálya közepén és a két szélen is bevethető, így tökéletesen illeszkedne az idei Bajnokok Ligája döntőbe is bejutó csapat támadó játékába, így mindenképpen nagy erősítés lenne a Pul számára. Minden esetre Mihály Zorc, a dortmundiak sportigazgatója tagadta a híreszteléseket, és elmondása szerint, bár folyamatosan tartja a kapcsolatot Jürgen Kloppal, a liverpooliak menedzserével, azonban az angol klub ajánlatáról eddig semmit sem hallott. A fiatal játékos egyébként idén eddig 41 tétmeccsen lépett pályára a Dortmund együttesében, melyeken az 5 gólja mellett 7 gólpasszt is kiosztott. Kontraktusa pedig 2020 nyarán jár majd le a Ruhrvidéki csapatnál. A német klubnál persze szeretnék ezt a megállapodást meghosszabbítani, azonban maga a játékos egyelőre inkább kivár, mivel nem szeretne elhamarkodottan dönteni a jövőjével kapcsolatban. A Manchester City a nyáron egy 57 millió eurós ajánlatot tehet az Ajax Amsterdam 18 éves védőjéért, Matthijs de Ligtért. A Szigetországban az a hír járja, hogy Pep Guardiola, a City menedzsere, a holland játékosban látja a már 32. életévét taposó csapatkapitány Vincent Kompany jövőbeli utódját, aki pályafutása végéhez közeledvén egyre többet küzdik sérüléssel. De Ligt idén a második szezonját kezdte meg az amsterdami alakulatnál, amelyben már most alapembernek számít, és eddigi 60 tétmeccsén védő létére 6 gól is áll a neve mellett. A védőt tavaly egyébként az Európa Liga évcsapatába is beválasztotta az UEFA, míg az idei holland bajnokság 3. legjobb játékosának címét is kiérdemelte. Ráadásul fiatalkora ellenére 5 alkalommal már a holland felnőtt válogatottban is szerepet kapott, így nem csoda, hogy a futballistát óriási tehetségnek tartják. A játékos 17 évesen debütálhatott az Oranjében, egy számára igencsak rossz emlékű, Bulgária elleni idegenbeli 2-0-ra elveszített VB-selejtezőn, ahol az ő kapitális hibájának köszönhetően szerezték meg a vezetést a hazaiak. Ám az őt ért rengeteg kritika ellenére a fiatal védő nem roppant össze, sőt azóta rengeteget fejlődött, ami óriási mentális erőről tanúskodik. Matthijs de Ligtet korábban a Barcelonával is szóba hozták, de Angliában biztosak abban, hogy a City túllicitálja majd a katalánokat, és végül a játékos náluk köt majd ki. Ehhez viszont a manchesterieknek el is kell adniuk,
hiszen Stones, Laporte, Otamendi és Kompany személyében pillanatnyilag 4 középső védő is van a keretben. A korábban a Paris Saint-Germain-nel is szóba hozott Miralem Pjanic nevét legújabban a Real Madriddal kapcsolatban emlegetik. Spanyolországi hírek szerint a Blancók elnöke Florentino Pérez 3 klasszis játékos leigazolását tervezi a nyáron, akikért összesen 200 millió eurót sem sajnálnak kifizetni. Ez a 3 labdarúgó pedig nem más, mint David De Gea a Manchester United kapusa, Samuel Umtiti a Barcelona védője, illetve az előbb említett Miralem Pjanic a Juventus középpályása. Úgy hírlik, a 28 éves bosnyák labdarúgóért nagyjából 60 millió eurót ajánlhatnak majd a királyiak a Juventusnak, de egyelőre azért igen nehéz elképzelni, hogy az olaszok megváljanak a középpályájuk egyik legfontosabb játékosától. Ráadásul ez az összeg még aránylag alacsonynak is mondható. Figyelembe véve, hogy a Transfermarkt 65 millió euróra becsüli Pjanic piaci árát, és a játékost még 2021-ig szerződés is köti a Bianconerihez. De a benfentesek tudni vélik, hogy a Real Madrid szándékai komolyak, és bárhogyan is végződik majd a Liverpool elleni Bajnokok Ligája döntő, a nyáron nagy erősítéseket terveznek. A 77-szeres bosnyák válogatott játékos egyébként második éve erősíti a Juventust, amelyben eddigi 88 tétmeccsén 14 gólt szerzett, és 26 gólpasszt is kiosztott. Már régóta tartja magát a hír, miszerint Robert Lewandowski a nyáron elhagyja a Bayern München együttesét, és németországi sajtóinformációk szerint a rekordbajnok ebben az esetben Paulo Dybalával, a Juventus támadójával pótolná őt. Úgy tudni, a bajorok idén nyáron készen állnak szakítani azzal a hagyománnyal, mely szerint nem adnak ki nagyobb összeget egyetlen játékosért sem, és az argentin klasszisért akár 100 millió eurót sem sajnálnának kifizetni. A Bundesliga idei bajnokának mindenképpen érzékeny veszteség lenne Lewandowski elvesztése. Azonban a napjaink egyik legjobb támadójának számító Dybala azon kevés játékosok közé tartozik, aki méltó utódja lehetne a lengyel csatárnak. Így gondolják ezt Münchenben is, azonban a 24 éves játékos leigazolása közel sem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen a Juventus tízesek közönségkedvencnek számít Torinóban, ráadásul 2022-ig szerződés is köti az olasz együtteshez. Ellenben Dybala klubcseréjét az elősegítheti, hogy a beszámolók szerint a labdarúgó kapcsolata nem túl fényes Massimiliano Allegri vezetőedzővel, és mint emlékezhetünk, Leonardo Bonucci is hasonló okok miatt távozhatott tavaly nyáron a Bianconeritől. Az argentin futballista idén eddig egyébként 31 bajnokin lépett pályára a Zebra csíkos mezes csapatban, és ezeken 22 gólt szerzett. Angliai sajtóértesülések szerint a Paris Saint-Germain csapatának fő nyári célpontja Christian Eriksen a Tottenham középpályása lesz. A párizsi klub 115 millió eurót sem sajnálna kifizetni a 26 éves dán játékosért, akit manapság már nem csak a Spurs, hanem az egész angol élvonal a legjobb labdarúgói között tartanak számon. Eriksen immáron 5. éve erősíti a londoni együttest, amelyben talán az idei szezonban nyújtja eddigi legjobb teljesítményét, hiszen 45 tétmeccsén 14 alkalommal volt eredményes, mellette pedig 13 gólpasszt is kiosztott. Ez persze több sztárcsapat, így a PSG figyelmét is felkeltette, amely keretében a nyáron a gyengébbre sikerült Bajnokok Ligája szereplés miatt hatalmas változások várhatóak, így minden bizonnyal további klasszisok érkeznek majd az együtteshez. Az egyik ilyen Christian Eriksen lehet, akinek leigazolásával a párizsi vezetők az új edző Thomas Tuchel kedvében szeretnének járni. Ugyanis egyre biztosabbnak tűnik, hogy a német edző váltja majd a távozó Unai Emeryt a csapat kispadján, aki a középpálya teljes megreformálását tervezi, és a dán játékmesternek kulcs szerepet szánna ebben. Úgy tudni, a franciák még a világbajnokság kezdete előtt szeretnének megállapodni az angolokkal, mivel félő, hogy a dán válogatott esetleges jó szereplése miatt a játékos ára még inkább megemelkedik majd. De ez közel sem lesz egyszerű, mivel a beszámolók szerint a Tottenham nem szándékozik megválni egyik legjobbjától. További foci hírekért és érdekességekért kövessd a Tikitaka TV Facebook, illetve Instagram oldalát. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a legújabb videókról, akkor iratkozz fel a csatornára.